a tanárainkat! Fizessétek meg a tanárainkat! Az embereknek most lett tele hócipőjük, most lett elegük, és most jött el az a pillanat, amikor mindenki úgy érzi, hogy itt az ideje felállni, és fölemelni a hangjukat. Egyszerűen most már mindenkit érint az oktatásnak a borzasztó állapota. Ez szerintem egészen felemelő. Én ezt egyébként így a szakmám során, vagy a szakmám gyakorlása során soha nem gondoltam, hogy eljutunk oda, hogy diákok tömegei állnak ki a pedagógusok jogaiért, a pedagógusok érdekében. Ilyen laikus szemmel, és bizonyos mértékben részvevőjeként azt gondolom, hogy igen, ez egy olyan közösség épül most itt több tízezer emberből, akik egymás mellett harcolva küzdenek ezért az ügyért. És kizárólag az ügyért. Figyeljétek az én ütemet, hozod a barnának a megafont, figyelj, felak ezekkel mindenki! Ugye mi a legfőbb szövetségeseink olyan harcias diákok lesznek, akik megmozgatnak egy fővárost, és több tízezres tüntetést szerveznek annak érdekében, hogy elérjük a céljainkat. Ez egyébként nekem így a pályám végén, ez egy fantasztikus, egy katartikus élmény is, hogyha szabad egy személyes mondatot szólni erről. Szerintem ez így mindent elárul, tehát hogy amikor már a diákok jönnek ki, hogy legyen jobb az oktatás, meg hogy figyeljünk a tanárokra, az nagyon sokat elárul a rendszerről. Az oktatás jövője nyilván a tét, az, hogy lesz-e tanár, lesz-e, aki a gyerekeinket akár egy év múlva is, vagy a jövőben tanítani fogja, én úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb probléma. Tanárszakosként jelenleg az egyetlen dolog, ami megállíthat abban, hogy tanár legyek, az, hogy nem fogom tudni kifizetni vagy az albérletet, vagy a kaját. És nekem ez az álmom, és nagyon szeretnék visszavágni, és kiállni azért, hogy ezt meg tudjam valósítani. Én is tanár szeretnék lenni, de a mostani helyzet miatt ugye kicsit meginoktam ebből a szempontból, de még kitartok. Közülünk mi 8-an voltunk, Pécsen 2-en maradtak. Most átjöttem az ELTÉ-re, itt vagyunk egyelőre 40-en, de már most elkezdtek lekopni, pedig 2 hónap telt el az fél évből. Nyilván a diákok is látják azt, hogy nincs XY tanár, aki megtartja akár egyik-másik órát. Látják azt, hogy a szülők is látják azt, hogy reagál a hatalom arra, hogyha a tanárok akár polgári engedetlenséghez nyúlnak, mert egyszerűen, mint látjátok, a sztrájk, az ki lett teljesen üresítve, és gyakorlatilag a sztrájk, tehát semmi értelme nincsen annak, hogy sztrájkoljunk. Az én iskolámban is zajlanak ugye a tüntetések, és a tanárok nagy része ugye ebből a szempontból nem csatlakozott, pont mert fenyegetve vannak. Anyukaként is, felelős állampolgárként is úgy gondolom, hogy ez már minden határon túl van, ami mostanában itt történik. Mindenkinek foglalkozni kellene ezzel, és hát nagyon bízom a változásban. Szabad ország, szabad oktatás! Szabad ország, szabad oktatás! Szabad ország, szabad oktatás! Szabad ország, szabad oktatás! Galacsin. Ez a galacsin egy szemét papírlapból van. Úgy hívják, hogy Metropol. Úgy gondoltuk, hogy ha már úgyis ki fogják dobni az emberek, akkor használjuk fel valami értékesre. Szabad sajtót! Szabad sajtót! Ezért körbe mennek ezek az újságok, és egy kis idő múlva jelet fogunk adni, és a sztár vendégünket
papírgalacsinnal meg lehet dobálni. Én szeretném azt gondolni, hogy vannak bizonyos dolgok, amik még ebben az országban sem történhetnek meg. Időről időre ez az elképzelésem megbukik, és újabb, korábban elképzelhetetlen dolgokat tapasztalok országunk nagyjaitól. Mögöttem, vagy hát illetve előttem, arctalan fenyegető levelek százai égnek. A mai nap megint országos sztrájk nap volt, tehát ezeknek a leveleknek a száma tovább fog nőni. Ezeket most szépen beledobjuk abba a hordóba. Gyújtsuk fel! Gyújtsuk fel! Gyújtsuk fel! Ne hagyjátok abba! Gyújtsuk fel! Gyújtsuk fel! Gyújtsuk fel! Gyújtsuk fel! Gyújtsuk fel! Gyújtsuk fel! Ég a gyertya, ég! Égnek a levelek! Ég a félelem! Egységben az erő! Ezért most figyeljen a hatalom! Figyeljen! Mert mi diákok, akik az eddigi akciókat szerveztük, mi mind összefogtunk, közösen fogunk kiállni, és megalakítottuk az Egyesült Diákfrontot!